Ez az Ifjú Tudósok középdöntője. A stúdióban a műsorvezető Morvai Noémi. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, ez az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedője. Győzni sohasem könnyű, de megpróbálni azért érdemes. Ezt a gondolatot címezhetném akár mai két versenyzőnknek is, akiknek vélhetően egyetlen cél lebeg a szem előtt, mégpedig a döntőbe jutás. Lássuk, hogy kik ők! Egyetlen ponttal ugyan, de Zétény nyerte ezt az elődöntőt. Régebben néztünk kosármeccseket, amikor még nagyon nem mozdultam el semmilyen sport irányába, és láttam, hogy a kosárlabda egy nagyon szép sport. Beiratkoztunk egyesületbe, és ott aktívan jártam. Minden versenyen igazából a felkészülés az, ami a legfontosabb, és az az, amit tovább lehet vinni majd akár az érettségire, meg majd további az életemben is. Igen! Pusztán tipp vagy biztos tudás? Zétény? Tudás. Helyes. Milyen tanulékony a fiatalember? Szerintem én nagyon jól be tudtam illeszkedni az osztályközösségbe is, meg ugye az iskolában, ugye osztályok között is, hogyha többen is szoktunk indulni ezeken a versenyeken, együtt szoktunk felkészülni. Igyekszem barátságos és nyit lenni, tanulok is mellé, szóval így próbálom egyensúlyba tartani a kettő dolgot. Ne stréberesedjek el. Kiemelném, amint pécsi vagyok, nagyon fontos vegyülete a patina, amely megtalálható mind a dzsám, mind a Székelyesegyház tetején, ugye az bázisos rész karbonát. Igen! Miért lehet szeretni a kémiát? Szerintem ez is egy nagyon elegáns tantárgy, és arról tanulunk, hogy mi építi fel a világot, milyen összefüggések vannak az anyagok között, hogyan alakulnak át, és tényleg egy nagyon izgalmas rendszer. Igazából nagyon nehéz szeretni, hiszen ez úgymond a legelvontabb, például ugye a fizika és a biosz mellett, mert nem kézzel fogható, nem minden kézzel fogható, mondjuk itt ilyen szubatomi részecskékre. Ez a szép benne, hogy megtanulhatunk olyan dolgokat, amiket tényleg el se lehet képzelni, és érteni ezeket a dolgokat, összefüggéseket találni, és ez is ilyen felfedezés, mint amikor a hajósok elindultak ugye középkorban a nagy felfedezésekre. Záptolyás szag! Ezt tippelted, vagy tényleg érezted? A Harkányban lakom. Na hát, ugye. Tiéden tényleg érződik. Minél több dolgot fel akarunk fedezni, minél több dolgot meg akarunk ismerni, és hát minden tudással többek vagyunk. Isten hozott Zétény. Örülök, hogy itt lehetek újra. Mi is nagyon örülünk neked. A biológia tudományág egyik ifjú tudósa, bronzérmes tudósa. Hát talán neked van az egyik legnagyobb tapasztalatod itt a versenyzők közül, hogy hogyan kell létezni ebben a stúdióban, hogyan kell versenyezni egy ilyen feszült, éles helyzetben. Mi az, amit szerinted tapasztalatként át tudsz menteni, hiszen biológiából ugye a középdöntő volt az, ameddig eljutottál, ahonnan viszont már nem sikerült tovább lépned. Így van. Én már tudom nagyjából, milyen típusú feladatok lesznek, úgyhogy most így második nekifutásra talán van egy kis tapasztalatom, hogy hogyan is, főleg majd a második részében, hogyan tudom majd jobban hát kitalálni azt, hogy milyen feladatot is akarok megoldani. Többet tudok taktikázni így már. Mi az, amit elvársz a játékostársattól? Ismételten, hogy a legjobb négy között vagyunk már. Hát, rendkívül nehéz lesz, az biztos, mert mind a ketten úgy érzem, hogy felkészültünk rendesen, és kíváncsian várom, hogy ki lesz. Én is nagyon kíváncsi vagyok, és arra is, hogy sikerül-e most a bronzéremnél majd egy picit fényesebbet szerezned itt az ifjú tudósokban. Ismerjük meg, hogy ki játszik ma az Zéténnyel. Lucien, a te személyedben hirdetek győztest, gratulálok szívből! Lemet Luciennak hívnak, apukám vezeték nevét vettem föl, aki francia származású. Alapvetően a személyiségemet jellemzi az elhivatottság, céltudatosság.
Ez különösen a szakmai téren nyilvánul meg, hiszen a kémia mindezt megköveteli annak érdekében, hogy ezt magas szinten és sikeresen lehessen művelni. Nagyon-nagyon szép volt az előadás, és nagyon tetszettek azok a dolgok, amikre rámutattál, és ahogy rámutattál, úgyhogy köszönöm szépen. Kisebb túlzással, de 0-24-ben a labor területén tartózkodok, és folyamatosan gondolkodok valamit. Emiatt sokak számára tényleg egy olyan fals kép alakulhat ki bennük, hogy én kizárólag kémia orientált vagyok. Barátságot, alapvetően bármilyen jellegű emberi kapcsolatot nagyon fontosnak tartok. Ez meghatározza egyrészt az életemet a kémián kívül. Olyan embereket szeretek magam körül, akikkel nagyon jókat lehet vitázni, beszélgetni. Kicsit túlolok megérteni kémiában. Szakmai téren azt gondolom, hogy 18 évesen nem nagyon lehetne ennél többet kihozni a dologból. Abszolút meg vagyok vele elégedve. Megpróbálom mindenben a legtöbbet kihozni, magánéletben is. Természetesen ez az a terület, amiben a jövőben azt kell, hogy mondjam, hogy érdemes lenne még további erőket oda csoportosítani, és hát fejlődni valamilyen szinten. Hát ami a 3 percbe ebből belefért, azt hiszem, hogy élvezettel hallgattuk. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönjük. Lucien, Isten hozott. Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen. Mi is nagyon örülünk neked, és úgy ismertünk meg téged, mint aki nagyon céltudatos, és mindig gondolkodik valamin. Most mi jár a fejedben? Az elődöntőt követően, hogy a középdöntőben vagyok, és ez így utólag pedig abszolút felemelő és fantasztikus érzés, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és folytathatom tovább ezt a nagyszerű és egyedi játékot. Mit vársz, mire számít az Zétenytől? Mennyire lesz ő nehéz ellenfél a mai napon? Hát azt gondolom, hogy nyilvánvalóan tapasztaltabb, mint én. Biztos, hogy nem lesz könnyű dolgom, ez evidens. Viszont azt tudom elmondani, amit eddig is, egy teljesen tiszta és élvezetes játékot várok. Mert hogy ugye győzni sohasem könnyű, de megpróbálni azért érdemes. Kívánom, hogy ami tőletek telik, azt tegyétek meg a mai középdöntőben. A zsűri ezúttal is a segítségetekre lesz, az egyszer biztos. Itt van dr. Viskolc Béla intézetigazgató, egyetemi tanár, 2015-től a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének igazgatója, a Kerpeli Antal Anyagtudományi Doktori Iskola Kémiai Folyamatok és Technológiák alprogramjának vezetője. Elméleti kutatásaival a molekuláris információ tárolás és öregedés problémáit kívánja megérteni. Alapító professzora a Miskolci Egyetem vegyészmérnök alap- és mesterképzésének. Nevéhez fűződik a személyre szabott vegyészmérnök képzési modell kialakítása és bevezetése. Köszöntöm. Nagyon szépen köszönöm. Hát már találkoztunk. Elkezdtem figyelni, hogy a bal vagy a jobb oldali a jobbik pozíció, mármint hogy a versenyzők szempontjából. Én is néztem ezt egyébként, és hogy honnan nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mi fog történni, nagyon izgatottan várom a versenyt, az biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz kérdések lesznek, úgyhogy hajrá! Köszönjük szépen! Itt van velünk dr. Gelencsér András, levegőkémikus, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora. A Magyar Tudományos Akadémia Pannon Egyetemen működő levegőkémiai kutatócsoportjának vezetője. A légkörben lebegő parányi részecskékkel foglalkozik, főleg az égésből származó széntartalmú részecskékkel, amelyekről a Springer kiadónál angol nyelvű könyve is megjelent. Számos hazai és nemzetközi kutatási program, köztük az Éghajlatváltozás Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője is. Kimagasló eredményeiért Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetésben részesült, és akadémiai díjat kapott. Köszöntöm Önt is! Én is üdvözöllek benneteket, örülök, hogy itt vagytok ismét. Én azt kívánom, hogy egy nagyon jó és izgalmas verseny legyen köztetek, erre számítok. Köszönjük szépen! Zagyi Péter gimnáziumi tanár 2002-ben kezdett tanítani a budapesti Németh László gimnáziumban. Oktatási tevékenysége mellett szerepet vállal kémia versenyek szervezésében, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia Bizottságának ügyvezető elnöke. Közel egy évtizede a nagymúltú középiskolai kémiai lapok főszerkesztője és feladatkészítője. Szakmai munkájának elismeréseként 2018-ban Magyar Kémia Oktatásért díjat kapott. Köszöntöm a versenyzőket,
Zsűritársaim azt mondták nektek, hogy ez sokkal nehezebb lesz, mint az elődöntő. Egy picit megijesztettek szerintem benneteket. Én azonban azt mondom nektek, hogy igazuk van. Minden benne. Úgyhogy akkor mindent bele. Az biztos, hogy egy mindenki számára ismerős pályával kezdünk. Lucien, te is játszottál már ilyet az elődöntőben. Ez nem más, mint a gyorsuló. Ugye itt a gyorsulóban felteszek majd kérdést, és minél gyorsabban kell magatokhoz ragadni a válaszadás jogát azzal a bizonyos nyomógombbal, amit Zétény már is simogat, hogyha jól látom. Igen, az az. És természetesen el is rabolható ez a két pont, hogyha a gyorsabb versenyző nem tudott helyesen válaszolni a kérdésre. Az első feladatban egy anyagot kell azonosítani. Néhány jellemző tulajdonságát, illetve kémiai reakcióját mutatja be egy kis film. A kérdés nagyon egyszerű, melyik ez az anyag? Színtelen szilárd anyag. Etanolban és acetonban oldódik. Színtelen oldat keletkezik. Hexánban kétfázisú rendszer képződik. A vizsgált anyag folyékony halmazállapotban az alsó fázist képezi. A megolvasztott anyagba dobott égő magnézium robbanáshoz vezet. A legtöbb élő szervezetben kimutatták a jelenlétét. Biztos, hogy van valami, amire gondoltok. Köszi, Lucien! Nagyon szívesen. Karbamid. Sajnos nem. Húgysav. Amit éppen iszol. Egészségedre. Na most gondoljátok végig, hogy minden a helyén volt pedig. Nem megszokott módon taltak a vízre. Ja, hát kérem szépen, mégis csak egy középdöntőben vagyunk. És akkor finoman fogalmaz. Na jó, nem baj. Ilyen még nem volt a középdöntőben, de most már ez is megtörtént velünk. Történelmi pillanatokat írunk sorba egymás után. De legalább a hangulat megvan. A jó kedveteket soha ne veszítsetek el. És akkor már is mehetünk a második kérdésre. Periódusos rendszert láttok. Az egyik periódusát keressük ennek a rendszernek, igen, ott van előttetek is. Balról jobbra sorban haladva olvasom a kémiai elemek felfedezésének évét. A feladat az lesz, hogy kitaláljátok, hányadik periódusban járunk. 1807. 1755. 1825. 1823. 1669. Őskor. 1774. És 1894. A kérdés tehát, hogy hányadik periódusban járunk, Lucien? Én a harmadik periódust mondom. És milyen jól tetted, hogy így tettél? Igen. Van-e hozzáfűzni valója a zsűrinek? Melyikből jöttél rá? A kénből. Köszönjük szépen. Egy kémiai fogalmat keresünk a harmadik feladványban. Mondom a hozzátartozó információkat. Itt is érvényes, ha menet közben úgy érzitek, hogy már tudjátok, akkor nyomjátok meg a gombot. A szerves és szervetlen kémiában is ismert folyamat. A pH csökkenhet vagy nőhet hatására. Jellemző sóoldatra, különösen D és P mezőbeli fémek ionjai vesznek benne részt. Etil acetátból ecetsav keletkezik ebben a folyamatban. Na, ez határozott volt. Hidrolízis. Igen. Egyből leesett, és így... Na, tessék. Bennem volt ez a lendület. Ez az, ki, ami benned van. A jelenlegi állás 2-2, ez szigorúan csak részeredmény, hiszen egy hatalmas nagy falat még vár rátok. Hogy álltok a csatahajókkal? Hát a torpedókkal? Az a még jobban. Még jobban. Remek, akkor szeretni fogják versenyzőink a következő játékot, ez nem más, mint a torpedó.
És akkor itt most mondhatnám, hogy nem játszottatok még ilyet, de hát Zétény már játszott, úgyhogy akkor Lucien elsősorban neked magyarázom, hogy miről szól ez a játék. Egy 5x3-as táblát láttok majd hamarosan a kijelzőn. Az 5 oszlop 5 témakört jelent, a 3 sor pedig a témakörökhöz tartozó kérdéseket különböző nehézségi szinten. 1, 3, illetve 5 pont adható a helyes válaszokért ezeknél a kérdéseknél. 1 pontért nyilván könnyebbeket kérdezünk, de a 3 és 5 pontért bizony meg kell dolgozni. Az 5 pontos olyannyira összetett feladat, hogy ha a zsűri úgy ítéli meg, hogy nem volt tökéletes, nem volt kerek a felelet, és nem hangzott el minden, amire szüksége lett volna a zsűrinek ahhoz, hogy megadhassa a maximum pontot, megoszthatja. Vagy 3 vagy 2 pontot odaítélhet az adott játékosnak, és felajánlhatja a maradék pontot megszerzésre a másik játékosnak. Az első kérdést a gép választja majd ki nektek. Amelyik őtök gyorsabban reagál, válaszolhat. Hogyha helyes a válasza, onnantól kezdve ő kezdi majd a hajók kilövöldözését. Aki választ hajót, annak van joga elsőként megválaszolni. Ha nem tudja a választ, vagy rosszul tudja a választ, akkor a másik játékos még megszerezheti az adott pontot. Lássuk akkor a témaköröket. Reakciók bűvöletében. Anorganikum. Periódusos birodalom, hétköznapok kémiája, valamint fizika vagy kémia. Most a gép kiválaszt nektek egy kérdést, hogy el tudjuk dönteni, ki kezdje majd a játékot. Lássuk a gép, melyik hajót választja elsőként nektek. Hétköznapok kémiája 3 pontért. Ehhez a kérdéshez ez a kép tartozik. És mondom a kérdést is. Aki vastartalmú étrendkiegészítőt szed, annak bevétele előtt és után egy ideig nem tanácsos vörösbort, kávét vagy teát fogyasztania, tölgyfa gubacsot rágcsálnia. Az említett élelmiszerek egy közös összetevője miatt. Mi ez, és miért a tiltás? Lucien. Ez az összetevő a csersav, és miért ez a tiltás? Alapvetően a vastartalom miatt, hiszen tudjuk, hogy a csersav a vas ionokkal csapadékot ad, és így tulajdonképpen az étrend kiegészítőnek a hatását teszi tönkre. Rendben. Hallgatom a zsűrit. Elfogadjuk a választ. A válasz tökéletes, 3 pont már is Lucien-nek, és a jog, hogy válasszon a táblánkról egy csatahajót. Na akkor halljuk, melyiket szeretnéd elsüllyeszteni, Lucien. Maradnék a hétköznapok kémiája 1 pontnál. 1 pontért nézzük. Egy filmrészletet láttok majd. A kérdés pedig, milyen tévedések vannak a filmrészletben? Üdvözlöm. Az ezüstugdalózó? Ez azt jelenti, hogy jobban vagyok. Nos... Sajnos nagy mennyiségű izotópot találtak magában, iodin 131-et. Ezt használják a rákgyógyászatban. Magas a jód tartalma. Mosolyogtatok nagyon, amikor elindult a filmrészlet, és most azért mosolyogsz, mert tudod? Érdekes. Még össze kell rakni. Ugye volt szó jódnak a 131-es izotópjáról. És arról, hogy ezt a rákgyógyászatban használják. Fú. Az biztos, hogy ami föltűnt, hogy az a kigőzölgés, az nem jód volt, mert én lila gőzöket vártam volna, amikor azt mondják, hogy magas a jód tartalma. Nem tudtuk meg, hogy mit mibe csöppentettek, úgyhogy ezt sajnos nem tudom. Ez számomra mindenképpen egy hiba. Továbbra is ezt tudom mondani, hogy az, amit láttunk a filmben, az nem jód volt. Forduljunk a zsűrihez. Több apróság is volt. Előjáróban elfogadjuk a választ, és megítéljük az 1 pontot. Nem tudom... Vissza tudsz emlékezni, iodin 131-nek mondta a
magyar szinkronban. Az angolban rendesen, helyesen mondták, hiszen Jodin a Jódnak a neve, magyarra Iodin 131-nek fordították. Ez volt a kisebbik gond. A nagyobbik az valóban az analitikai eljárás volt, amelyben egy szintelen folyadékot belecseppentett, amit megszagolt előtte, hogy miért, azt nem tudjuk. És abból a kigőzölgésből megmondta, hogy magas a jód tartalma. Igen, ez az analitikai eljárás úgy, ahogy mondtad, ebben a formában teljesen alkalmatlan arra, hogy a jó tartalomról bármit is mondjon. Köszönjük szépen. Egy pont tehát Lucienne-nek. Zétény, te jössz. Periódusos birodalom nekem tetszik. Úgyhogy legyen abból a 3 pontos. Adott 2 elem, 25 fokon folyékonyak. Ha egymással reagálnak, fehér, szilárd anyag keletkezik. Mi ez? Szobahőmérsékleten gyakorlatilag 2 elem van az, ami folyadék, egyik a bróm lesz, másik pedig a higany, és ha egymásra reagálnak, akkor higany bromit keletkezik. Köszönjük, elfogadjuk. Köszönjük szépen, 3 pont Zétének. Jelenleg 6-5 a verseny állása. Lucien vezet egyelőre. Lássuk, Lucien, hogy melyik hajó szimpatikus neked. 3 pontos anorganikum hajó szimpatikus. Anorganikum. E 3 képlet közül csak egy jelöl létező anyagot. Ott látjátok a képleteket. Melyik? Miért nem létezik a másik 2? A létező anyag az a középső, az FeI2 képletű anyag. Ugye a 3-szorosan pozitív töltésű vasionnal nem képződik ilyen összetételű vegyület, hogy FeI3. Ugyanis, hogyha 3-szorosan pozitív töltésű vasionok, illetve jodidionok vannak egy oldatban, akkor reakcióba lépnek egymással, és csak úgy, mint mondjuk a réz 2 esetében, ott is ugye a jód redukál, illetve a jodid redukálja a vasionokat vas 2-vé, illetve jód keletkezik az oldatban. A vas 1 jodid, az, hát, hogyha nagyon egyszerűen szeretném mondani, akkor egyszeresen pozitív töltésű vas nem létezik. Ennek nyilván energetikai okai vannak. Ez egy tökéletes válasz volt. Tökéletes válaszért 3 pont jár. Zétény. Lehet egy 5 pontos. Legyen ez a reakciók bűvöletében. Reakciók bűvöletében 5 pontért. Egy filmet mutatunk először nektek, majd a kérdés: mi történik? Magyarázzátok meg, mi lehet az oldat, ha fémezüst válik ki? Íme a filmrészlet. Ahogy elindult nekem Elza és a jégvarázs jutott eszembe, neked biztos van jobb ötleted is. Hát gyakorlatilag ezen a videón azt vettük észre, ugye, hogy fémezüst vált ki az oldatnak a tetején. Ez azért történt, mert hogy az oldat, amiben belehelyeztük, az ezüstionokat tartalmazó oldat lesz, ami csak ezüstnitrát lehet, hiszen minden másik anionnal csapadékot képez. Ez egy elektrokémiai reakció volt, ami lejátszódott. Ugye az a fém, amit beleraknak az oldatba, az egy, az ezüstnél egy negatívabb standard elektrod potenciálú fém lehet. És ugye összekötöttük ezzel a fém tűvel, úgy zártuk az áramköt, és ugye az oldatból az ezüstionok redukálódtak, és fémezüst vált ki, míg a másik fém pedig oxidálódott, és annak az ionja pedig bekerült az oldatba. És ez a megfekedés még a végén, ez még arra utalhat, ugye, hogy az ezüst elkezdett már oxidálódni, és fekete ezüstoxid képződött. Hallgatjuk a zsűrit. 2 pontot tudunk adni a oldat megnevezéséért.
De a magyarázatot hiányosnak találtuk. 2 pont tehát Zétének, és 3 pontért Lucien kiegészítheti a hallottakat. Ami nekem mondjuk feltűnt, egy standard ilyen elektrokémiai cellához képest azt, hogy láthattuk, hogy ahol az ezüst levált, ugye ez volt a katód elektródunk, ott az csak éppen tűhegyel érintkezett az oldat felületével, és ennek volt köszönhető az, hogy nem az elektródára rakódott ki az ezüst, hanem ilyen jégvarásszerűen nőtt az oldatban. És maga az, hogy mi lehetett ugye az oldat esetleg konkrétan megnevezni, nem tudom, de az biztos, hogy ezüst ion volt benne, és hogy az ezüst ion olyan só mellett volt, ami nem vált le a másik elektródon, tehát nem lehetett jodid, vagy bármilyen halogén, sokkal inkább tudok gondolni szulfátra, vagy nitrátra. Ilyen formában lehetett az ellenion az oldatban. Közelebb kerültünk a megoldáshoz, egyértelműen közelebb kerültünk a megoldáshoz. Egyetlen egy szó. Tulajdonképpen az egész kísérlet legfontosabb fogalma még mindig nem hangzott el. De ezt a 3 pontot továbbosztani már nem tudjuk. Tehát ha nem ért 3 pontot, akkor nem tudunk 3 pontot adni. És most itt beszélgetünk, és ebben a pillanatban Lucien bekiabálja ezt a szót, és eldől a kérdés sorsa. Egyetlen egy szó. Akkor ezt a zsűritől várjuk. Mi volt ez a szó? Az elektrolízis. Megint túl gondoltuk. Igen. Semmi baj, megyünk tovább, jelenleg az állás 9-7. Lucien, melyik hajóval szemezel? Én a fizikai kémia támogatásában a 5-ös oszlop 3-as pontos kérdés. Fizika vagy kémia 3 pontért. Egy illusztrációval kezdünk. A jégkocka sokszor nem áttetsző, hanem opálos, még akkor is, ha desztillált vízből készítjük. Mi lehet az oka? Forró vízből kiindulva sikerülhet szép, áttetsző jégkocka is. Miért? Ugye benne van a kérdésben az, hogy ha desztillált vízből készítjük, akkor abból kell kiindulnunk, hogy olyan anyag okozza az opálosodást, ami tehát nincs jelen, mert desztillált vízben azt feltételezzük, és jó esetben valóban csak vízmolekula található meg, kivéve, hogyha ezt a desztillált vizet mondjuk nem egy védőgáz atmoszférában helyeztük el, ugyanis ebben az esetben levegő oldódhat bele a vízbe, és itt jön a kérdésnek az a pontja, hogy amennyiben forró vízről van szó, tudjuk, hogy a gázok endoterm oldódási jellege miatt nem oldódnak a gázok jól vízben, meleg vízben, annál jobban hideg vízben, és amikor megfagyasztjuk ezt a vizet, akkor kis levegő buborékok válnak ki magában a jégben, és ezért van az, hogy opálosnak látjuk a jégkockát fagyás után. Köszönjük szépen! Nagyon szép válasz volt, el is fogadjuk. El is fogadtuk, és 3 pontot. Jóvá is tudunk írni neked, Lucien. Gyerünk, Zétény, válassz egy hajót, légy szíves. Legyen ez az anorganikum 5. Anorganikum 5. Egy filmrészlettel kezdjük. A hozzátartozó kérdés így szól. A lombikban egy szervetlen gáz van, mi lehet az? Mi történik, mikor felhevített dikromtrioxid katalizátort teszünk a lombikba?
Zétény, nálad a labda tehát. Gondolkozok még egy. Jól van. Ugye, szervetlen gáz, és azt is úgy észrevettük, hogy alapesetben ez egy szintelen gáz, szóval klort, fluort ki lehet zárni. Mivel reakció történt, ezért a nemes gázokat is. Itt egy, én szerintem itt egy öngyulladás történt. És ez valamilyen nitrogén vegyület lesz szerintem. Nitrogén mellett szerintem még hidrogén tartalmazott. De nem az ammónia. Talán dinitrogén pentaoxid. Meghallgatnánk Lucient is. Megmondom őszintén, hogy nem láttam annyira tisztán a felvételt, hogy azt ki tudjam jelenteni, hogy ez egy szintelen gáz volt, de inkább szintelen, vagy maximum fluornak a zöldes-sárga színe. Ami pedig még föltűnt, az az, hogy a reakció után, mintha vízpárát láttam volna a lombiknak a falán lecsapódva. Amiből azt feltételezem, hogy a gáz és a levegő oxigénje között történt reakció a kihevített króm trioxid hatására. Gondoltam esetleg a szintelen hidrogénklorid gázra, mely esetleg oxigénnel reagálva képezhet vízpárát, de még magamat sem győztem meg. Úgy lehet, hogy nehéz dolga van Lucyennek, ha még saját magát sem győztem el. Elárulom, hogy ammónia volt a gáz. Az ammónia katalitikus oxidációját mutatták be, és azért volt tanulságos a kísérlet, mert az egyik kísérletben nitrogénné oxidálódott, ott nem volt színváltozás. A másik kísérletben viszont nitrogén monoxiddá, azon keresztül nitrogén dioxiddá, és a harmadik kísérlet meg azért volt tanulságos, mert ott meg fölrobbant. Olyan arányban volt az ammónia és a levegő véletlenül vagy szándékosan, nem tudjuk, a lombikban, hogy robbanóelegyet képeztek, és a bedobott, felhevített katalizátor hatására egyenesen robbanásszerűvé vált az oxidáció. Ebben a körben nem tudunk pontot adni egyikőtöknek sem. Ha jól emlékszem, ez eredetileg Zétény hajója volt, úgyhogy most Lucien választ egy kérdést. Akkor én szeretném a reakciók bűveletében 3 pontos. Külső oldatát elektrolizáljuk. A célunk elemi klór kinyerése. Miért nem célszerű közben az oldatot keverni? Hogyha elektrolízisből gáz szeretnénk kinyerni, ami mondjuk nem hidrogén, tehát létrejöhet reakció az oldószer és maga a gáz között, és esetünkben a klór és a víz között klór oldódását tekintve ugye keletkezhet hipoklóros sav, és hát persze egy idő után telítődik az oldat, de addig sem célszerű keverni. Így én azt mondanám, hogy természetesen a vízzel való reakció elkerülése véget, ne keverjük az oldatot. Zétény, mondd el a te verziódat, arra lennénk kíváncsiak, hogy te hogy látod ezt a kérdést. Ugye, azt még nem írja, hogy milyen elektródok között elektrolizáljuk, de mondjuk, hogyha grafit elektródok között elektrolizáljuk, akkor ugye a katódon ugye a nátrium nem fog leválni, helyett majd a hidrogén fog keletkezni, és az oldatban visszamaradnak hidroxidionok, tehát ott gyakorlatilag egy nátrium-hidroxid oldat fog keletkezni. És igen, ez itt is a klór visszaoldódása lesz a probléma, de nem feltétlenül csak azért, mert a vízben, hogy a nátrium-hidroxidban is sokkal jól oldódik a klór, szóval még nagyobb lesz a veszteség ez a keverése. Nos, ez a válasz helyes. Akkor 3 pontot írunk jóvá Zéténynek. Így 12-10 a jelenlegi állás. Legyen egy 1 pontos, szerintem. Magadnak egy 1 pontosat van. Igen, és legyen a periódusos birodalom. Periódusos birodalom. 1 pontos kérdése. Egy filmet mutatunk neked. Ha figyelsz, akkor egyszerű lesz a válasz szerintem. Milyen tévedések, logikátlanságok vannak a film részletben? Erik. Horáció, a medencébe esett és gyakorlatilag üvöltve elolvadt. Valamilyen savnak tűnik.
Az üveget is szétmarja. Akkor ez nem sav, Erik, hanem valami lúg lehet. Oké, okay, 7-es a pH, ez már semleges kémhatás, kiszedhetjük a testet. A pH-nak a definícióját, ahol 7-es lesz a hidrogénion koncentráció, azt 25 fokon és légköri nyomáson tehát, hogy arra definiálták, viszont hogy az a mérőműszer mutatta 23,5 fok volt körülbelül a hőmérséklet, és alacsonyabb hőmérsékleten a víznek a diszociációs állandója, vagy hát ugye autoproteolízisében származó egyensúlyi állandója, az kisebb lesz alacsonyabb hőmérsékleten, ezért ez a semleges pH az nagyobb lesz, mint 7. Ki szeretném hirdetni a mai műsor látatlanba előre leginkább túlbonyolított válaszáját. Járó díjat. Járó díjat. Na jó, de pont az jár. A pont nem jár, oh. De hogy jár, szó se lehet róla, mert ilyen elképesztően, tényleg hihetetlenül túlgondoltad ezt. Nem mondok többet, mert szerintem Lucien megpróbál egyszerűbben is közelíteni ehhez. Jó, hát a pH-hoz én is hozzá nyúltam volna, de akkor azt inkább nem firtatom. Jó. Ami nekem már az első pillanattól nem tetszésemet keltette, az üveg ott a kezében, ahogy az szétrobbant. Tehát beszéltünk itt hidrogénfluoridról, megmarja az üveget, de nem robbantja szét pár másodperc alatt, ez borzasztó nagy tévedés és látványelem a filmben. Arról nem is beszélve, hogy ha ennyire elős vegyszerről van szó, akkor szegénynek a keze az hát nem úszta volna meg ennyire szárazon, vagy mondhatjuk azt, hogy lúgmentesen. A 11,valahányos pH, nem tudom, ezt jól láttam a filmben, hogy ez körülbelül ennyi volt? Most 12, ordítva 30. elolvad az ember, azt cáfolnám, biztos fájdalmas, de ha nem volt belekényszerítve az ember abba a medencébe, akkor ki lehet mászni némi bőrsérüléssel. Ugye tudjuk, hogy a lúgoldatok a zsírt lemarják a bőrről, illetve a bőrléceket lemarják, de nem fog vértócsában úszni a 11,valahányos pH-nál az ember, úgyhogy én ezeket emelném ki. Egy nagyon fontos elem a üveg szétrobbanása, az egyértelmű nagy badarság. Úgy van, ahogy mondtad, látványelem volt ebben a filmben. Zolog, szerintem az egy nagyon fontos, hogy sav vagy lúg, aztán amikor megmérik egyébként a pH-t a medencébe, ami számomra fantasztikus, hogy a pH ilyen gyorsan tud változni egy medencében. Tehát mondjuk egy jó 1-2 méter, tehát gyorsan mozognak ezek a oxónium meg hidroxidionok a medencébe, tehát ezek tudnak viszonylag gyorsan haladni, de azért az, amikor az egyik végén öntik a medencébe, ami nem tudom hány ezer liter vízről van 600 szó. 600 köbméteres volt a medence, bocsánat, nem figyeltem a részletekre. Nem, és hát a pH pedig 12-ről, vagy nem tudom mennyiről elkezd lefele menni, és a számomra a legfantasztikusabb volt, amikor beállt 7.0-ra. Na most zétény, ami viszont a te okfejtésedben elképesztően túlbonyítottad a dolgot. Hát a pH az ugye ez egy logaritmikus skála. Tehát az azt jelenti, hogy 10⁻⁷-en az oxónium ionnak a koncentráció. Ez egy borzasztóan kicsi koncentráció. És mindig azt a kérdést szoktam föltenni egyébként, hogy milyen az esővíznek a pH-ja. Azt tudjátok, hogy milyen az esővíznek a pH-ja? Mondjuk Dunántúlon. Átlagosan. 5,89 valami. Igen. Én továbbra is úgy gondolom, hogy én Zétény nálad nem hallottam azt, hogy nem teheti tönkre a lúg a szüvegedényt. Akkor tehát egy pontot adunk Lucien-nek. Igen. 13-10 a jelenlegi állás, és hát most magadnak választottál elvileg, de hát Lucien-nek sikerült elrabolni ezt az egy pontot, viszont most Lucien-nek kell választanod Zétény.
Legyen ez a fizika vagy kémia egy pontért. Fizika vagy kémia egy pontért. Egy pillanat. Most akkor, tehát, hogy én választok neki, és ő még választ nekem. És utána ő még neked, igen. Ó, akkor viszont nem, akkor viszont az 5 pontosat szeretném abból. Fizika vagy kémia. Fizika vagy kémia 5 pontért. Filmrészletet mutatunk. A kérdés, hogyan jut be a tojás a lombikba? Figyeljetek mindketten. Parancsolj, Lucien. Megpróbálom nem túl bonyolítani. Itt arról van szó, ez egy egészen egyszerű égő papírcsík volt, amit meggyógyultott a borsza szégőnél. Ezt beledobva a lombikba. Ja, azt figyeltük meg, hogy nagyon hirtelen rakta a szájához a tojást. Tehát én azt tudom itt gondolni, hogy ő arra számított, hogy bent a papír égéséből ugye az oxigén felhasználása jár a lombikban sima levegő volt, annak a gázteréből 21% oxigént elégette, láttuk, hogy a maga a tűz is megszűnt. A keletkezett, tehát a lecsökkent nyomás beszívta a tojást a lombikba. Az a kérdés, hogy 3 legyen, vagy 2? Kettő. Miskolc tanár úr. 2 pontot javasolnánk a válaszért, és hajrá Zétény, még vannak megfejtendő problémák itt, vagy másként kellene esetleg hozzáállni? Hát igen, egyébként. 2 pontot közben jóváírjuk Lucien-nek. Tehát megnyitottuk azt a papírcsíkot, beraktuk a lombikba, és ezáltal beleszippantott a tojás. Ha egy rendszernek a hőmérsékletét növelem, azon nőni fog a nyomás. És az itt a kérdés, hogy ez a gáz kicserülődés úgymond elegendő nyomáskülönbséget okoz-e, mint az, hogy azért jelentősen megnövekedhet benne a hőmérséklet is, ez főleg, hogy ott ég egy papírcsík. Szóval nekem van egy olyan érzésem, főleg így, hogy gyakorlatilag, tehát, hogy csak én olyan gyorsan elégett ez a papírcsík, hogy olyan robbanást nem láttunk, viszont Miskolc tanár úr, azt hiszem, hogy most már elmagyarázza ezt a jelenség. Ez egy, nem tudom, hogy mennyire láttatok, ez egy főtt tojás volt. Én hosszasan gondolkodtam, otthon még azon is töprengtem, hogy esetleg megcsinálom egy nyers tojásra ezt a kísérletet, hogy vajon sikerülne, vagy nem. Ugyanis mi történik? Az egyetlen hiba a gondolkodásodnak Zétény a első pontja volt. Ugye azt mondtad, hogy ha valamit melegítünk egy gázt, akkor a gáznak a nyomása megnő. Zárt rendszerben. Ez viszont még, amikor bedobtuk a papírcsíkot, akkor ez egy nyitott rendszer volt. Azaz a gáz kiáramlott onnan. Rátettük a tojást a tetejére, és akkor bezártuk a rendszert. Mitől elaludt a csík, megszűnt a hőforrás, elkezdett lehűlni a gáz. És ahogy Noémi mondta a jó megoldást, alulról beszívta a tojást egyik pillanat. Noéminek jár a pont egyébként, úgyhogy ezt szeretném mondani, hogy kettő csak sajnos, nem kell azért annyira ennek megörülni. De még 1 pontom sincs, úgyhogy ennek a 2-nek is nagyon örülök. Úgyhogy, tehát a válasz az tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dolog volt, vákum keletkezett, és, vagy nem vákum, de lecsökkent a nyomás, és beszívta a tojást. Megnéztem egyébként azt is, és már csak azért, hogy játszottam a gondolattal, hogy meg tudnánk-e csinálni azt, hogy nem főzzük meg a tojást, és be tud-e jutni a tojás úgy a edénybe, ugyanezzel a kísérlettel, ha nem főzöm meg a tojást. Mit kellene tenni a tojással akkor, hogyha szeretném, hogy ugyanez lejátszódjon? Most arra gondolunk, hogy a héjával együtt próbáljuk meg bejuttatni? Igen. Igen. Hát mert feltörve könnyű lenne. Feltörve könnyű, az rendben van, tehát ezért nem jár pont, ez már csak egy ilyen... Mit kellene pluszba hozzátenni a rendszerhez? Igen, egy picit például mondjuk az tehát ezt otthon nyugodtan eljátszhatják a nézők, és vesznek egy kis ecetet, beáztatják a tojást, megvárják, amíg a tojáshéj teljesen puhává válik, és utána belefogják tenni, és utána az történik, hogy amikor beesik a
kilágyított héjú tojás, vagy a kalciumot kivontuk belőle, akkor pedig szétplocsan az alján, úgyhogy ez egy igazán látványos kísérleti lehet. Úgy fokozni. Tetszik, hogy ilyen szenvedéllyel beszél egy plottyanó tojásról. De mindig a legegyszerűbb megoldás szinte a legjobb, tehát ne bonyolítsátok a dolgot, elképesztően szép elmeteket hallottuk. Azt kell mondjam, lehetnétek elmeti kémiával kellene, aztán foglalkozni a későbbiekben. Tehát Zétény ezek szerint sajnos ebben a körben nem kap pontot. 15-10 a jelenlegi állás. Nem, még nem. Még nem, mert 5 pontos kérdéseink vannak. Tehát ha Lucien annyira kedves, és annyira fair, akkor egy 5 pontos kérdést választ, még izgalmasabb legyen ez a középdöntő. Nem volt elég az izgalmakból? Nekünk nem, de tudod így, a kibicnek semmi sem drága. Lucien? Nem akarunk párbajozni. Nem, miért nem? Csapatnék még egy nagyot a gombra. Nem. Na, 1 pontos legyen, vagy 5 pontos? Reakciók bűveletében. Nagyon kedves vagy, köszi. Ó, megint. Milyen tévedések vannak a film részletben? Szeretjük ezt a feladatot. Szeress te is, Zétény. Neked játsszuk, figyelj. Mi ez a fekete anyag? Elküldted elemzésre? Igen, új lenyomat tintának tűnik. Talán bevihették a múlt héten valamiért. Odalent valami fémhez érhetett. Azt mondtad, hogy roncskutató. Bádog? Nem, nem bádog. Ezüst, mint az ezüstérmékben. Reakcióba lép a sós vízzel, és lebomlik ezüstnitráttá. Tudod, mi a barátunk? Nem más, mint egy kincsvadász. De izgalmasan hangzik. Nem ezzel kell ezüst foglalkozni. Nem fog ezüstnitráttá bomlani. Tehát, hogy az ott, hogy... Na, ez például már egy válasz. Az egy egyesülés kell hozzá minimum. Tehát egy... Már elégedettek vagyunk. Annyi butaság volt ebben. Nagyon rossz volt. Nagyon rossz volt, de önmagában ez a tény, hogy az ezüst a sós víz hatására, ezüstnitráttá bomlik, ez így egymás után egy katasztrófa. Egyébként megjegyzem, hogy attól, hogy valaki hozzáér egy fémhez, nem lesz a keze ez csurom fekete. Viszont akkor Zétény, ne tudunk adni egy pont. Hát most. Éljen! Nagy különbséget nem okozott, úgyhogy. Na jó, de mégiscsak úgy fejezted be ezt a versenyt, hogy jól válaszoltál a feltett kérdésre. És akkor a végeredményünk is megszületett, hadd hirdessem ki. A győztesünket, ő nem más, mint Lucien. Bizony, a taps, a hatalmas taps jár neked, Lucien. De én szívem szerint megtapsolom Zétényt is. De azért mondd, hogy jól érezted magad velünk. Hát, többször szerepeltem, mint bárki más, úgyhogy ezzel már... Történelmet írtál. Lucien. Nagyon büszkék vagyunk rád. Nagyon köszönöm. Mit szóltok a zsűrihez? Mennyire vagytok elégedettek mindazzal, amit hozzáfűztek egy-egy ragudj, válaszhoz? Lucien, te jössz még a döntőt. Úgyhogy fontold meg, hogy mit válaszolsz. Leérték el bátran. Inkább segítettek, vagy inkább elbizonytalanítottak? El nem bizonytalanítottak, tehát mindig megvolt a lehetőségem kifejteni a gondolatomat. Kritikus, nyilvánvalóan. Ahogyan azt a zsűrinek lennie kell, ám de fantasztikus feladatokon keresztül fantasztikus értékeléseket kaptunk. Igazából magamnak rontottam el, ez van. A zsűri igazából csak tett a dolgát szerintem, amit le kell vonni, ha nem jó, ennyire egyszerű igazából, úgyhogy... De Zétény, kérlek, légy büszke magadra, mert több ezer indulóból bronzérmesnek lenni, azért ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Elégedett vagyok vele igazából. Számomra a túlbonyolítás középdöntője volt ez, és nem tudom igazából, hogy azért, mert rögtön az első kérdés egy ilyen alattomos. Most még 2 szó eszembe jutott, de azokat nem mondhatom ki. Kérdéssel kezdődött. Ha kiderül, hogy ki írta, hát a helyükben legalábbis megkeresném.
Mármint a vizesre gondolok, tudjátok, ahol a legnyilvánvalóbb jégkockákkal operál ott valaki a videón, és nem jöttök rá, hogy talán ez nyomta rá a bélyegét a későbbiekre, és később is vissza-vissza köszönt mindez, nem tudom. De hát ez ennek a versenynek azt hiszem az egyik nagy nehézsége, hogy nagyon nagy a feszültség közben. Én azt gondolom, hogy azért büszkék lehettek magatokra, hogy idáig eljutottatok, illetve hát nyilván Lucien arra is, hogy ő most a döntőben megmérettetheti magát, és hát Zétének meg tényleg gratulálok, azért mai középiskolások között azért nem hiszem, hogy túl sokan vannak, akik hát különböző tárgyakból is ilyen magas szintre eljutnak, tehát erre legyél büszke, és gratulálok neked. Sőt, hogyha megnézitek a tudománytörténetet, akkor híresebbnél híresebb bakikkal, baklövésekkel van tele, amik némelyiknél akár 100 év is eltelt, amíg rájöttek arra, hogy azt valaki rosszul gondolta. Minél logikusabban gondolkodtok, minél több dolgot próbáltok meg egy logikai láncra felfűzni, annál hatásosabb lesz az érvelésetek. És a hatásos érvelésnek általában az a jellegzetessége, hogy hosszú életű lesz. Gratulálok mind a kettőtöknek. Köszönjük szépen, Viskolc tanár úr. Gratulálok én is nektek. Luciennel tehát nem sokára találkozunk. Ő lesz Miki ellenfele a kémia döntőben. Tartsanak velünk feltétlenül holnap is, számítunk önökre. Viszontlátásra!